Formagyakorlatot mutatnak be a gyerekek a szekszárdi Aliszka Taekwondo Egyesület edzésén. A csapat november végén a Dunaharasztiban megrendezett országos bajnokságon eredményesen képviseltette magát, ahonnan 7 arany, 2 ezüst és 5 bronzéremmel tért haza. A bajnoki címekből 6-ot küzdelemben, azaz olimpiai versenyszámban értek el az utánpótláskorú versenyzők. Kvárik István 2 éve jár edzésekre, az OB-ről 2 aranyérmet hozott el. A küzdelemnél azt kellett csinálni, hogy minél több ütés, meg rúgás be kell vinni az ellenfélnek. A gyors rúgásnál pedig az, hogy minél többet rúgjál testmagasságra 20 másodperc alatt. Bánki Dávid 7 évesen közel 9 éve kezdte el az edzést az Egyesületnél, és már a második évben országos versenyen vett részt, ahol első helyezést ért el. A kezdeti sikerek adták meg azt az önbizalmat és örömöt, amik miatt a későbbiekben is eredményesen képviseltette magát a megmérettetéseken. Engem a küzdelmi része sokkal jobban megfogott ennek a sportnak, mint a hagyományai és a tradíciói, és ugye idén nyáron tettem le a feketeöves vizsgámat, amire nagyon sokat készültünk az edzőmmel, és emiatt inkább egy kicsit háttérbe szorult a verseny. De az első versenyem idén az Csehországban volt, ott harmadik helyezést értem el. Aztán rá egy hónapra körülbelül most jött az OB, ahol szintén jól szerepeltem. 2012-ben alakult egyesület alapítójának, Rácz Petrának köszönhető, hogy a kezdeti nehézségek ellenére már a szekszárdi klub benne van a köztudatban. Az évek alatt komoly sikereket értek el, és ma már sokan választják ezt a sportolási lehetőséget. Van ovis csoportunk is, úgyhogy gyakorlatilag 3 éves, vagy 3,5 a legfiatalabb. A legidősebb, hát ez 50. Úgyhogy hát ő egy apuka, meg azért gyakran fordulnak meg nálunk apukák, anyukák, mert hozza a gyereket. Egy darabig végigüli az edzést a padon, és aztán rájön, hogy akkor mi lenne, ha beállna. És beáll, és van, aki elkezd vizsgázgatni, és akkor szépen fokozatokat lép. A taekwondo több mint 2000 éves múltra visszatekintő koreai eredetű harcművészet, amely napjainkra az egyik legismertebb és legnépszerűbb modern, amatőr, olimpiai küzdősporttá fejlődött, és amely őrzi a harcművészetek legnemesebb hagyományait, a harci tudományok szellemét, és gondoskodik ezek életben tartásáról. Nagyon komplex, tehát amit lehet benne leginkább szeretni, hogy nagyon sokrétű, tehát nem olyan, mint mondjuk egy futás, nem akarom bántani a futást, de ott igazából csak futsz, erről szól. Itt nálunk vannak bázis technikák, ezek az alapgyakorlatok, erre épülnek a formagyakorlatok. Természetesen van önvédelmi része is a sportágnak, töréstechnika, ezt nagyon szeretik a gyerekek, különböző deszkákat lehet eltörni. És hát nyilván a küzdelem, ami ugye a legnépszerűbb és egyben olimpiai sport is. De aki nem szeret küzdeni, ugye az is azért itt megtalálja a helyét, tehát nem kötelező versenyekre járni nálunk, sok helyen ez egyébként így van, tehát nem nagyon tudnak a versenysportból kilépni. Nálunk lehet választani, aki versenysportoló, az nyilván egy kicsit több munkát kell, hogy beletegyen, de emellett és vele együtt tudnak edzeni hobbi sportolók is. Annak ellenére, hogy a taekwondo egyéni sportág, az edzéseken mégis csapatban edzenek, és pont az országos bajnokság, illetve az előtte lévő cseh verseny mutatta meg azt, hogy ezek a megmérettetések mennyire összekovácsolják a csapatot, tette hozzá Rácz Petra.